Eligazítás a bátaszéki tűzoltó parancsnokságon. A laktanya új parancsnoka Ill József, ahogy minden kisfiú, ő is tűzoltó akart lenni, de az ő álma meg is valósult, ezt választotta élethivatásnak. Történt, hogy egy baráti beszélgetés hatására belépett a kötelékbe, a bátaszéki önkéntes tűzoltóság tagja lett. Mindez 16 éve történt. Tanfolyamokon vettünk részt, gépkocsi vezető lettem, egy kicsit később a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek lettem a gazdasági vezetője, tavalyi évtől már annak lettem az elnöke, és a Bátaszéki Tűzoltó Parancsnokságnak pedig a parancsnoka. Tehát a kollégáimba kaptam azt az ikletet, meg támogatást, hogy ezt vállaljam el, mert úgy érezték, hogy én voltam az egyik ember az, aki a legjobban teszek, meg küzdök a tűzoltóságért, megpróbálom közösségé formálni, és úgy érzem, hogy mindenkivel olyan kapcsolatot ápolok, hogy el tudtak fogadni. Ennyi idő pont elég volt ahhoz, hogy belelásson a rendszer működésébe, nehézségeibe és természetesen a lehetőségeibe is. Voltak tényleg nagyon szép napjaink is, meg vannak is, jelenleg is. Természetesen ez a válság, ez minket is megérintett. Tehát ez az üzemanyagárral, mert sokan úgy vannak, hogy ársapkával tankolnak a tűzoltók is, de sajnos ez nem így van. Úgyhogy ez nagyon megvisel minket, mind a villanyszámla, meg az egyéb rezsiszámlák emelkedése egyértelműen nagyon megnehezíti a napjainkat. A maga a biztonság ez miatt nincs kockáztatva, tehát a város biztonságát, a környező települések biztonságát, ettől függetlenül el tudjuk látni. Tehát spórolni próbálunk egy kicsit más területeken, olyan elvonásokat muszáj végrehajtanunk, amit kicsit át kellett csoportosítani, mint az üzemanyagra, mint a rezsiköltségekre. A lehetőségek adta keretek között az állomány folyamatos továbbképzéseken pallírozódik, és a pénztárca határáig a technikai eszközparkot is rendszeresen újítják, modernizálják a bátaszéki tűzoltó laktanyában. Az önkéntes egyesületben is megtörtént 3 évvel ezelőtt egy gépkocsi fejlesztés, lecseréltük az öreg 30 éves autót egy kicsit fiatalabbra, és jelenleg is folynak ezek a pályázatok. Tervek vannak, szeretnénk mi is előbb-utóbb akár egy mentőcsónakra pályázni, ami ebben a régióban nincsen. 3 évvel ezelőtt kaptunk a mentőszervezet révén egy Amarok terepjárót, tehát ez is az egyik kiemelkedő momentum volt a tűzoltóság életében, mert ez nagy hiány volt, egy olyan logisztikai autó, amely káresetekhez esetleg utánpótlást tudunk vinni, meg egyéb logisztikai dolgokat el tudunk látni. Ez említett válság miatt hosszú távon nem tudunk gondolkodni, de folyamatos oktatások vannak, amik ugyanúgy költségekkel jár nekünk is. A folyamatos felszereléseknek a pótlása, cseréje, tehát ez mindig megtörténik. Most jövőre olyan terveink vannak, amit 140 éves lesz az önkéntes tűzoltó egyesület. Ezt szeretnénk méltóan megünnepelni, mert szerintem mind Bátaszéken, mind a környéken nem sok olyan egyesület van, aki el tudja magára mondani, hogy 140 éve működik. Tehát ezt szeretnénk majd úgy megünnepelni. Testvérvárosi kapcsolatokat elkezdtük megerősíteni. Kín Erdélybe, akkor a Nagycsallóba is, meg Bézikeimbe, Németországba is, tehát ezeket most elkezdtük egy kicsit megerősíteni. Egy kicsit próbáljuk a személyi állományt olyan irányba terelni, amivel ők is tervezni tudnak, hogy mindig egy stabil, megbízható munkahelyük legyen. Mert jelenleg 10 főállású alkalmazottunk van, és 10 ilyen napi bejelentéses, akik besegítenek más tűzoltóságokról, vagy más munkahelyük van. A 140 éves évforduló megünneplésének tervezése már folyamatban van. A mai állás szerint akár egy nemzetközi verseny is része lehet a programnak. Most szeretnénk a megyei Flórián nap itt kerülne megrendezésre. A testvérvárosi kapcsolatban a ditróiak Erdélyben felvetették, hogy hozzunk össze akár egy ilyen házi versenyt is, tehát a helyi tűzoltókkal, meg ők is részt szeretnének venni, tehát erre szeretnénk ráépíteni. Én elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel és a jelenlegi állománnyal is, mondja az új parancsnok. Jelenleg megvagyunk a személyi állományban, de az önkéntes tűzoltók táborát jó lenne még megerősíteni, hogy lehessen nyugodtan és biztonságosan tervezni. És persze itt van az utánpótlás kérdése is, amin folyamatosan dolgozni kell, hogy legyenek évek múlva is tűzoltók Bátaszéken.